Valaki ír a kezeddel. Versek vasárnap délután. De virrasztván a szám kivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka. Hányódom én, mint ezer levelével, és szólok én, mint éjidőn a fa. Húsvéti vers összeállítás. Mi ez az ünnep? Mi ez az ünnep? Mit keresek én itt ezen a szürke, nincs szegélye téren? Ugyan miért kellett épp ezt a helyet? Se ház, se domb, völgy, se egy szál növény itt. Ki mi, akinek ebben kedve telhet? Hosszú asztalok, s itt-ott, mintha sátrak, nagy össze nem szokott vendégsereg. Úgy sejtem, hogy se hallanak, se látnak, ismerősök és ismeretlenek, feszengenek a rájuk rút szerepben, ezektől is, azoktól is viszolygok. Nyugtalanít, hogy ezen az egészen kívül vagyok, hogy nem értem a dolgot, s nem akaródzik félrenézni mégsem. Ott ül az asztal közepén, világít sápadtsága a szűk sötét ruhában, gyöngétségében van valami szándék. Néz rám, s értem, valami ismeretlen helyre kell néma parancsára mennem. S jól tudom, még ha vissza is találnék ide, régen nem lesz itt senki semmi. Valaki ocsmány átverésre készül. Talán lehetne még ellene tenni, vagy jobb lesz kimaradni az egészből. Virágvasárnap, virágvasárnap, nyit a zsája, a paták alatt mirtuszág. Jön, jön, aki megbocsátja az ember pluralizmusát. S a költőjét, ki fölöttébb zagyva, minden tagja defektus. Víz van benne, meg tövis van rajta, formátlan, formás kaktusz. Nyújtózik amott, nyújtózik itten, keresi, ami nincs, önmagát. S honnan is tudná, hogy Isten hajtogatja, mint szélafát. Posgái, ága, bajósza, formába merett taktus. De így legalább a puszta, egészen élhető traktus. Virágvasárnap, nyit a zsája, paták alatt akantusz, jön, jön az egy, ki megbocsátja a költőnek, hogy ő kaktusz. Nagy csütörtök. Nem volt csatlakozás. 6 óra késést jeleztek, és a fulladtak sötétben 6 órát üldögéltem a kocsárdi váróteremben, nagy csütörtökön. Testem törött volt, és nehéz a lelkem, mint ki sötétben titkos útnak indult, végzetes földön, csillagok szavára, sors előszökve, mégis szembe sorssal, s finom ideggel érzi messziről nyomán lopózó ellenségeit. Az ablakon túl mozdonyok zörögtek, a sűrű füst, mint roppant denevér szárny, legyintett arcul. Tompa borzalom fogott el, mély, állati félelem. Körülnéztem. Szerettem volna néhány szót váltani jó, meghitt emberekkel. De nyírkos éj volt, és hideg, sötét volt. Péter aludt, János aludt, Jakab aludt, Máté aludt, és mind aludtak.
kövér cseppek indultak homlokomról, s végig csorogtak gyűrött arcomon. Menekülés az Úrhoz. Beszép a régi kép, a tiszta. Beszép volt a világon élni. Beszép volt az a lázadó, mégis uras, szent össze-vissza. Imádkozni is tudtunk néha, de mindenképp istené voltunk. Nem akartan és nem tudón legbőszebb óránk se volt léha. Beszépeket elhittünk akkor, és a poklot hogy elfeledtük, és most a pokol muzsikál. Fülünkben száz és szörnyű akkord. Megszakadt szép imádkozásunk, pedig valahogyan van Isten, nem nagyon törődik velünk, de betakar, ha nagyon fázunk. Imádkozzunk, hogy higgyve higgyünk, van Isten, de vigyázz magára. Van Isten, stán éppen olyas, kienekben valaha hittünk. Adjuk neki hittel magunkat, ő mégiscsak legjobb kísértet. Nincs már semmi hinnivaló, higgyünk hát a van, vagy nincs Úrnak, mert ő mégis legjobb kísértet, s mert szörnyűséges, lehetetlen, hogy senki vagy emberé az élet, az élet, az élet. Szabálytalan zsolozsma. Vesperás. Mert este lett a félelem erőt vett lelkeinken, a végső napon ágyazunk, szívünkbe kétely nincsen, fölébredünk majd test szerint. Csak addig alszunk ébren, ha rossz vagyok, Isten megint, de nem kell más, csak kérnem, s majd visszaalszom én megint. Akár a lélek lent a mélyben, ahonnan fölkiált, hogy végem. S a könnyeim az arcomul, mint tövisek, szemembe szúrnak, míg bánatom a lelkemikat, akár a tűr, akár tüzes vas. Nem látja Krisztus voltomat, s a gyilkosoknak hódolat. Néhány fő probléma az ezüstkor Jeruzsáleméből. A Sanhedrinben konok főpap, a zsigereiben vad Szikariosz, s a fórumokon higgadt Róma barát Kajafás fő problémája Pilátus. Ha a cinikus helytartó szabadon engedi a szentenciáinak láncáról Jézust,
az elóta csürhe vérszemet kap, s fellázad. Pilátus csak ezt várja, azonnal beavatkoznak. Kohorszait ráeresztené templomainkra, maradék történelmünkre, és zsidó kultuszaink is végső veszélybe kerülnének. Pilátus fő problémája a felesége, Barbata asszony, akinek kedvenc égköve a topáz, s vág a nyelve, mint a hentes bárgya. A helytartó a közeledő húsvét ünnepek előtt több tisztjével s a tisztek asszonyaival a betlehemi tavakhoz készül kikocsizni. S Barbata kikötötte, erre az alkalomra Jeruzsálem legszebb égkövét kéri. Pilátus a nyakék árát kajafáségból igyekszik kisajtolni. Cserébe a kegyért, Jézus mégiscsak megfeszíti. Barbata asszony fő problémája Heródes Antipasz felesége, a koromhajú és lelkű Heródiász, aki férjét, a papucs tetrarchát már jóval a betlehemi lakoma előtt Alexandriába zavarta, hogy a legjobb ötvös mesternél 4 tallérért valódi smaragdot, másik 4-ért pedig görög himationt vásároljon öles, de amúgy tetszetős alakjára. Barbata nyakában kajafásék olcsó kövével, testén egy közönséges római rongyal már előre szégyelli magát. Heródes Antipasznak s asszonyának, a koromhajó Heródiásnak a jelen pillanatban Jézus a legfőbb problémája, akit a tréfás kedvű Pilátus, mint Antipasz unokaöccsét, sekképpen jogos trónkövetelőt küldött hozzájuk, a gyáva Antipasz felfelé, Heródiás lefelé licitál. Ha Jézus eláll a trónköveteléstől, 5, 4, 8, 7, 10 tallért kap. Jézus nem válaszol, messze néz. Antipasz azt hiszi, kevesli a pénzt. Heródiás dühében királyi maskarába öltözteti Jézust. Legyél hát király! Jézus fő problémája, múljék el tőlem a keserű pohár, de ne általam, hanem az Atya által. Jézus úgy érzi a kereszten, ő most Ábrahám, s Ízsák is egy szemében. Ábrahám a hitben, s Ízsák a gyötrelemben. Az utolsó pillanatig várja a kost, amelynek majd helyette az Atya a vérét ontja, hiába. A feltétlen hit működése egy személyben talán nem elég szemléletes. A mindig képekben szóló Jézus torkából most pőrén tör fel a legfőbb probléma. Én Istenem, miért hagytál el engem? Út a Kálváriára. Reszkető enyhe fény sugárzik, egy felhő lassúdan megyen. A lélek fáj, a fény sugárzik, valaki ballag a hegyen. Hűs homlokáról fény sugárzik, s szemét lehunja. Úgy legyen. Elszállt szerelem illatától kövér és fűszeres a lég. Halott szerelem illatából soha, de soha sem elég. Bomló szerelem illatából sejti a szív, hogy itt a vég. A seb szép csöndesen begyógyult. Ú, angyalok bús kék szeme. A seb már nem sajog, begyógyult. Ú, halkan búgó mély zene. A seb már réges-rég begyógyult. És mintha mégis vérzene. Valaki lépked, felfelé tart. Bozót közt vígmadársereg. Valaki lassan felfelé tart. Tövisről vérharmat csepeg. Valaki fel a csúcs felé tart, hogy önmagát feszítse meg. Thank you.
pelikán allegóriája. Mert mint ama pelikán, amely rozmaringra száll, rozmaringnak ágára, s néz a lemenő napra, mert immár napszállatra fényesik a halottra a redőnyrésein át, arcát fénycsikszeli át, várja a feltámadást. S a madár csak halogat, mikor már lement a nap, számolja az ágakat, a rozmaring ágait, amely olyan, mint a hit fénye, gyilkosan vakít. Kérlek, zarándok lelkem, téged is, halott testem, értsetek egyet velem. Pelikán a rozmaring ágra szállva ága ring, s nem mozdítjuk szárnyaink. Krisztus 5445 és számlál, amikor őt megbántják, s tövis koronájának 72 kis ágának tüskéi mind fájnának, ha a hold föltámadna, s mint pelikán itt járna az allegóriája. Mire megjössz? Egyedül vagyok, mire megjössz, az egyetlen élő leszek. Csak tolpihék az üres ólban, csak csillagok az ég helyett. A temetetlen árvasságban, mint téli szemét telepem, a hulladék közt kapirgálva szemelgetem az életem. Az lesz a tökéletes béke, még szívemet se hallani, mindenfelől a némasságnak extatikus torlaszai, a pőre örökké valóság. S a tiéd, egyedül tiéd, kezdettől fogva neked készült e nagyszerű egyszerűség. Mint tagolatlan kosár ember, csak ül az idő szótalan, nincs karja, lába már a vágynak, csupán ziháló törzse van. Mindenem veszve, mire megjössz, se házam nincs, se puha ágyam, zavartalan heverhetünk majd a puszta elragadtatásban. Csak meg ne lopj, csak el ne pártolj, ha gyönge vagy, végem van akkor. Ágyban, párnák közt, utcazajban, iszonyú lenne felriadnom. Végső dolgok. Az örökké valóság. A pára csap fel így a téli tájban, a könnyű füst a gázkazános házban. A hegyoldalban ortodox temető vakít a napsütésben, mint a kő, mely izzott, ahogy a tűzben az olvat érc forrong az üstben. A délután így kezdett esni, mint némely angyal a resti előtt a pocsolyába dőlve, várt potya piára, könnyű nőre. Míg messze, a külkerületekbe elmúlt az idő egyszer, s mindörökre, mert ott volt az utolsó ítélet. Egymást taposták a sok keresztények. A pogányok pedig csak itták a kólát egy kocsmában. Úgy hívják örökkévalóság. A tárgy fölött. Mert fény van minden tárgy fölött. A fák ragyognak, mint a sarkkörök, s jönnek sorban derengő végtelen, fénysapkában 92 elem. Mind homlokán hordozva mását, hiszem a test feltámadását. Áhítot.
Hűs víz csobog, a templom ragyog a ritka ködben. A barmok inni térnek, s megállnak fényütötten. Remegő, mozdulatlan sajgás lüktet a távol foszló virágszirom rajzmintás káprázatából. Egy lélek neve nincsen, sejtelme gyolcs fehéren bolyong, keresi fészkét az óriási égben. Szikár kezek a kékbe fehér jeleket írnak, szemünk virág, a szívünk világít, mint a csillag. Harmadnapon. És fölzúgnak a hamuszín egek, hajnal fele a Ravensbrücki fák, és megérzik a fényt a gyökerek, és széltámad, és fölzeng a világ. Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnheted dobogni szíve, harmadnapra legyőzte a halált, et resurrexit tertia die. Gyida Jenő, Ady Endre és Nemes Nagy Ágnes verseit I. és Kinga, Kállai Ferenc, Rajhona Ádám és Kristán Attila előadásában hallották. Lator László, Tőzsér Árpád, Borbé Szilárd, Pilinszky János és Vörös Sándor verseit a szerzők mondták el. Zenei szerkesztő Barlai Zsuzsa. A műsort Varga Zoltán szerkesztette.